2020. októberében több sikeres író látogatott el a Lengyel-Menyhért városi könyvtárba. A Borsa Braunnal folytatott beszélgetést ismét a könyvtár dolgozója, Mihalékné Berec Judit vezette. Ott kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, és hát még nagyobb szeretettel, ha megengeditek, akkor Borsa Braun írónőt is. Én köszönöm a kívást. Szeretettel, és akkor foglaljunk helyet. Itt olyan jó, mert az előbb már ott elő beszélgettünk egy pár mondatot, és ugye az egyik, amiről beszéltünk, hogy én olyan klasszul felkészültem, tudjátok, alaposan. Itt a kis segédanyagom, amihez valószínűleg nem fogok hozzányúlni, és amíg te bent voltál Margónál, addig itt néhány ember már itt volt, és így mondtam, hogy nagyon érdekes, mert mindig szoktam ezen agyalni, hogy hogyan kezdjem a beszélgetést, és most egyszerűen nem jutottam dűlőre, hogy mivel kellene. Aztán végül arra jutottam, hogy olyan kedves voltál, hogy Facebook bejegyzésben azt írtad, hogy Balmazújváros, ma randink van. Hát Isten hozott a randinkot. Jaj, de jó! Ennyien verel, még nem randiztam. Hát pont ez jutott eszembe nekem is, hogy azért én sem vettem még részt ilyen tömeges randin, úgyhogy ez egy jó felvezetés. Nagyon kedves vagy, hogy így be... Ilyen általában egyébként mindig ezt írom, de nem tudom, olyan... Szeretem az ilyen... Hát, én nem, bocsánat, nem vagyok ilyen, úgy látszik, akkor ilyen jó fej, de ez egyedi szerintem. Nagyon örülök, volt, igen, és gyorsan meg is osztottam, hogy azért lássák a többi Balmazújváros is. Hát ők is randizni akarnak. Ők is eljönnek egy ilyen csoportos randira, úgyhogy nagyon örülünk neki. A másik meg, aminek nagyon-nagyon örültünk, hogy itt most annyi minden történt az utóbbi időben a könyvtárban, hogy sok-sok könyvet rendeltünk, nagy szerencsénkre van lehetőségünk azért könyveket rendelni, és nagyon-nagyon szorosan, hogy volt ez ma ért ide a könyvünk, nézek egy kollégát, de nem látok. Ma vagy tegnap érkezett? Ma, szerintem. Ma. Tehát egy kicsit úgy cidriztünk, hogy hát azért nem, hogy a legújabb könyved már ne legyen itt, de ennek is örülünk, úgyhogy ez a mai randi, ez így úgy jó, ahogy van. Akkor még nem vitte ki senki. Hát ez annyira ropogós, hogy én azért belenéztem, de ennek örülök is. Mindig szeretem, ha én olvasom először a könyveket, vagy én fogom a kezemet. Önzetlen könyvtáros. Önzetlen könyvtáros. És azért ettől jobb élményt, amikor az író itt ül mellettem, és én fogtam először a könyvet. Na szóval ez azért így jó. Azt gondolom, hogy elég jó és különleges dolog az, hogy te 38 évesen jelent meg az első könyved. Igen. Hát... Igen, és hát meg nyilván megvan az oka, tehát egyrészt sosem akartam író lenni, és nem is mozgolódtam ebbe az irányba, másrészt meg valahogy úgy gondolom, hogy mindennek megvan az oka, és biztos, hogy nem tudtam volna úgy írni fiatalabban, ahogy most írok, tehát valószínűleg ezt azért várta itt kint ki, ott fent a Jóisten, mert ezt így tervezte, és hát az, hogy én ezt nem akartam csinálni, az tényleg igaz. Tehát én igazából a kéziratomat, az elsőt sem azért írtam meg, hogy az könyvként megjelenjen, hanem gyakorlatilag a saját szórakoztatásomra. Tehát ugye nem titok, hogy egy multinacionális cégnél dolgoztam, és amikor volt szabadidőm, akkor éppen írtam. Úgyhogy ez ebből állt, hogy egy kicsit szórakoztattam magamat, és hát az, hogy ez ugye megjelent könyvformájában, az pedig hát egy csoda számomra gyakorlatilag, és hát nem utolsó sorban, nem is az én értelem igazából, mert sosem jelent volna meg, hogyha a barátnőm nem úszol arra, hogy küldjük ezt el kiadóknak, és akkor próbáljunk meg vele valamit kezdeni. Úgyhogy ez egy véletlen. Véletlen, de azért azt gondolom, hogy valamilyen szinten ez pozitív olyan embereknek, akik mondjuk már nem 20 évesek, de láthatják, hogy azért 20 fölött is bár nagyon nagy dolgot elérhet valaki, hiszen sosem tudhatjuk, hogy én mindig azt szoktam mondani a gyerekeimnek is, hogy most elvégezz egy iskolát, de egyáltalán nem biztos, hogy majd 40-50 éves korában abba fog dolgozni. És te is erre vagy a példa, ugye? Hát igen, én eredetileg egy sokkal polgáribb hivatást akartam állni, én orvos szerettem volna lenni, ugye pszichológus. Ez nem sikerült, aztán ugye kereskedelembe dolgoztam, aztán szolgáltatónál, aztán ugye a saját éttermünkben éppen, tehát mindig valami más, és mindig azért éreztem, hogy nem az én utam, tehát azért valami más szeretnék, de még akkor sem gondoltam arra, hogy én író leszek. Tehát
az, hogy mondjuk gyerekként szerettem a verseket, meg szerettem olvasni, szerettem a meséket, az persze megvolt. Tehát azért azt gondolom, hogy ott már megvolt ez a dolog, igen, az alap megvolt. Hát Adi mondjuk adott egy löketet, amikor én 7-es, 8-os voltam, akkor Adinál ott beleszerelmesedtem azért az irodalomba, de nem volt ez akkor a lendületű, hogy úristen, én most író akarok lenni. Az azért, hát az nem is volt meg soha bennem. Tehát amikor mondom 38, megjelent az első könyv, még akkor is úgy voltam vele, hogy hát az most vagy lesz valami, vagy nem. Tehát ott nem mondtam én azt, hogy író vagyok. És az első kötetet egyébként 10 000 példányban, vagy mennyiben adják ki először? Hát most már igen, most már 10 000 példány. Az első kötetem, az emlékszem, 1500 példányban jött ki. Ilyen nagy olasz rajongó vagyok, szeretem az olaszokat, és így aztán a Mafia nem volt kérdés, hogy na, akkor ezt olvasom. Az arab világ az mondjuk tőlem konkrétan teljesen távol áll, és lám-lám 18. utánnyomás. Mit gondolod, miben látod azt, hogy ekkora sikere lett? Kíváncsi vagyok tényleg, hogy szerinted mit találtál el ennyire? Hát ezt nem tudom. Ha tudnám, olyan könnyű dolgom lenne, csak érteni. Vagy visszajelzések, mit mondanak? Hogy talán az volt az, ugye az már a negyedik könyv, és egyszer olvastam egy nagyon jó, egy író mondta, most nem tudom, hogy ki, hogy először bonyolultan írunk és rosszul, aztán bonyolultan és jól, aztán egyszerűen is rosszul, és a negyedik könyv lesz, ami egyszerű és jó. Valahogy ez annyira megütött akkor ez az idézet, hogy akkor azt gondoltam, hogy na ez az oka. Tehát akkor volt szerintem az, amikor ugye a harmadik könyv után már az ember azért megérzi a saját stílusát, hogy mit akar írni, hogy mit akar mondani az olvasónak, mik az ő szavai, mi az ő közlésmódja, mi az, aminél már nem pirul el, és azt mondja, hogy nem érdekel, ezt én odaadom az olvasónak, aztán kezdje vele, amit akar. Kell a visszaigazolás, hogy jó úton vagy, és jól csináld, amit csinálsz, és akkor kicsit bátra veszel. Ha megengeded, felolvasnék néhány mondatot, ezt az egyik az egyik olvasónak a véleménye. Azt mondja, hogy az első oldalaknál azt gondoltam, hogy képtelen leszek végigolvasni, mert ez abszolút olyan, mint a szürke 50 árnyalata. Azt gondoltam, nem lesz nagy sztoria, semmi mondani valója, csak az erotika lesz az, ami miatt az olvasók szeretik, vagy szeretni fogják. Amellett, hogy olvashatunk egy lassan kibontakozó, kérdésekkel teli romantikus történetet, az írónő megismerteti velünk az arab kultúrát, mindezt úgy, hogy aki semmit sem tud az arabokról, az is megérti. Aztán jól meglepődött, és falta a következő kötetetket is. Itt már nem idézném tovább, hogy hogyan. Hogy az első 30-40 oldal, az ott egy kicsikét meglepte szerintem az embereket. Hát ott igazából semmi másra nem szól, csak megmutatja azt a lelket, ahonnan elindul ez az egész. Tehát azt az embert, akiből majd lesz valaki. És hát nyilván ő olyan világban nőtt föl, és olyan nézeteket van, és olyan irritáló, tehát gyakorlatilag mindent megtehet, hogy ez az emberek többségében nyilván ellen szenved kell, tehát még bennem is. De én ezt nem engedhettem meg magamnak, ezért írtam az ő szemével ezt az egészet. Tehát nagyon nagy kihívás volt azért férfi szemmel, arab szemmel írni ezt, hogy tudtam, hogy ha én most leülök írónőként, és elmesélek egy történetet, akkor valamelyik oldalra biztos fogok billenni, és valószínűleg a magyar oldalra fogok billenni, tehát ezt nem engedhettem meg magamnak, és ezért bújtam egy darab férfi bőrébe, és hát így akkor így nyersen meg tudtam mutatni igazából az olvasónak azt, amit így szerettem volna, és hát nem utolsó sorban, ugye, ami még szerintem nagyon fontos ebben a könyvben, hogy egy elzárt világba kap betekintést az olvasó. Tehát azért körbejárhat egy palotát, arról is olvas, hogy miként élek családi életet. Úgyhogy ez szerintem nagyon fontos egy olvasónak, hogy olyan dolgokkal szembesüljön, amik nem minden nap jönnek a leszemben az utcán, és nem minden nap találkozik ilyen emberekkel, és akkor egy kicsit úgy odautazik így a könyv olvasása által, úgyhogy szerintem ez minden könyvnek alapja kell, hogy legyen, mert az olvasót el kell vinni. Igen. Tény és való, hogy azért az olvasó bejön a könyvtár, és azt mondja, hogy hó, valami jó könyvet adjál már, és ugye hát most én találjam el, hogy neki mi a jó könyv. Ami érdekes, hogy valahol azt nyilatkoztad, hogy az volt a célod, hogy dühöt, hogy megbotránkoztatás váltsák ki az olvasóból, és aztán ugye a pszichológiát is említetted, hogy
pszichológus is szerettél volna igen, lenni? Igen, az akartam. Tehát valahol bele tudtad vinni ezt az irányú gondolataidat is? Hát megbotránkoztatást nem akartam kelteni, de dühöt igen. Vagy dühöt, vagy elkeseredettséget, vagy boldogságot. Tehát azt gondolom, hogy ahhoz egy ember szükséges, hogy egy másik emberben generáljon valamit. Tehát egy könyvben mindenképpen. Tehát az, hogy miről szól a történet, az egy nagyon alap dolog. Tehát én azt szoktam mondani, hogy nem is fontos, hogy miről szól a történet, vagy miről szól a sztori. Ami a fontos? Ami a fontos szerintem benne, az a szereplő, a karakter. Tehát ha az nem fogja meg az olvasót, ha nem fogja az olvasó utálni azt a szereplőt, vagy szeretni azt a szereplőt, nem kezd hozzá ragaszkodni, akkor megette a fene az egészet. Akkor nem fogja. Tehát felrakja a könyvet, majd a posztot, azt mondja, hogy jaj, de szép, jaj, de jó könyv volt, és 3 hónap múlva nem fog emlékezni rá, hogy miről szólt. Emberre fog emlékezni, hogy milyen nyomot hagyott benne egy ember, vagy egy emberi sors. Tehát igazából ez volt a célja ennek a könyvnek. És én a mai napig úgy írok, hogy mindig karakterközpontúan, tehát mindig a szereplőnek legyen hangsúlya, ne a sztorinak. És akkor mindig a karakter van meg először? Igen. Tehát a történetet úgy mond, tehát meg kitalálod, hogy most milyen típusú férfi vagy nő lesz a főszereplő, és akkor utána jön az, hogy egyáltalán mi történjen vele? Igen. Hát ez mindig úgy van, hogy kitalálom azt, hogy mit szeretnék mondani az olvasónak, találkozz egy jellemet, hogy honnan, hova juttatom őt el. A külsőségekkel majd felruházom, az egy dolog, és utána jön az, hogy nekünk kell köré egy világ. Na milyen világ jön köré. És utána ugye az volt, hogy egy öntörvényű, egy énközpontú, egy nagyon saját törvényei szerint élő embert akartam, akinek egyszer csak összedől a saját világa, és ehhez így jónak adott az arab világ, ugye az iszlám és a keresztény világnak a összecsapása, és ugyanígy voltam, és hogy kerestem egy olyan férfi karaktert, aki durva, agresszív, és akkor ez hogy tud majd megszeridülni, akkor ehhez milyen világot kerítsünk, hát ha durva, agresszív, akkor legyen valami bűnöző, hát ha bűnöző, akkor legyen maffia. Tehát ez így épül föl, tehát nem az van, hogy na most erről akarok írni, vagy arról akarok írni. Az Amisos könyvnél volt talán először az, hogy ott kifejezetten rájuk figyeltem fel, és tudtam. Na, annak oka volt, hogy miért? Tehát ott jártál, ugye, közöttük? Igen. Hát Szaúd-Arábiát kivéve minden helyszínen jártam a könyveimet illetően. Feltételezem, hogy azért az egy pluszt ad hozzá, nem? Hát nem kicsit, igen. Hát ami plusz, de most mondhatjuk itt azt, hogy jaj, hát a tájat leírni. De azt nem szereted? Azt utálok tájat írni. De tényleg nem tudom. Tehát annyira nem tudok, hogy sokszor van az, hogy írom a sztorit, és akkor ír a szerkeszt, hogy hát szúrnál be ide, légy szíves, hogy néz ki az a nyomorult szoba, mert csak azt írod, hogy miről beszélgetnek, de valamit írjunk már. Tehát, na, én ennyire nem szeretek így leírni dolgokat. Pörög benned az egész, és párbeszéd. Nagyon-nagyon. Azt szeretem írni, ugye, ami engem érdekel. Engem nagyon érdekel egy könyvben a párbeszédben, az nagyon jó kiadja a karakternek a tulajdonságait. Valaki viszont gyűlöli, hogyha párbeszéd van a könyvben, tehát ez nem vagyunk egyformán. De igazából tájat nem tudok leírni, vagy hát úgy látszik, hogy tudok, csak nem szeretek. Tehát ez nem titok. Úgyhogy én ilyen párbeszédre esküszöm. A másik, ami felmerült bennem, hogy mostanában gyakori ez, hogy több részesek a könyvek, tehát ugye most sorban trilógiák, és ez azért van, mert annyi gondolat van benned, hogy egyszerűen nem tud elengedni, és azt mondod, hogy inkább több rész legyen. Vagy mi az oka ennek? Mostanában egyre többször van az, hogy nem egy kötet, hanem 2-3. Hát ha mondjuk megnézzük például, akkor ott minden kötetben más beszél, tehát és teljesen más minden kötetnek szerintem a mondani valója. Ha megnézzük az Amisost, ott ugye gyakorlatilag ugyanezt tudom elmondani, csak ott egy könyvön belül oszlik meg a tartalom, igen. Hiszen ott 3 ember beszél, igen. Egy könyvön belül, tehát ezért az is kiment a 3 kötetet. A első kiadásánál volt az, hogy ott 2 lettem állítva. Tehát ott ugye az volt, hogy én amikor az első kötetet megírtam, akkor az számomra az egy lezárt történet volt. Én megmondtam az olvasónak, amit akartam, hogy ez a szereplő, ez egy nyomorék, ez megérteni a sorsát, ez most olyan, ahol van, és én ezt így lezártak tekintettem, és akkor ugye hát ez az első könyvem volt,
És hát beültett a kiadó. És akkor leültettek, és mondták, hogy, hogy hát akkor írjunk alá egy hosszabb szerződést, egy húzamosabb együttműködés, mert nagyon sikeres lett a könyv, viszont van egy kérésük és egy kikötésük ezzel össze. Hát és én első könyvesként én akkor azt gondoltam, hogy bármit aláírok. Tehát akkor esélyt nem kaphat egy első, tehát így is nagyon nagy esélyt kaptam, és mondták, hogy folytatni kell. És akkor én ott leízottam, hogy ne, hát ezt nem bírom folytatni. Hát én azt megöltem, én azt kinyírtam, nekem az kész, nekem az a pali, az el van ásva. De hogy hát nem, vissza kell hozni. Tisztán a Dallasban melyik szereplő volt, aki feltámadt? Ja, hát igen, ezt nem úgy öltem meg, hanem úgy lélektanilag írtam ki. Hát ott is azt akarták, hogy kiírták, és aztán ugye követelték, és tőled meg a kiadó tulajdonképpen. Igen, és akkor így mondtam, hogy hú, hát ezt most én nem tudom. De az, az nem ilyen rossz, hogy ilyen kicsit kényszeredetnek érzed? Hogy... Szerintem az tanított megírni. Uh-huh. Azt tanított megírni. Érdekes. Érdekes, igen, mert azt nem terveztem. Tehát azt úgy írtam el a második kötethez, mi a francot fogok írni? És az még csak hagyja, hogy a második részben, de három részeset követeltek. Tehát, hogy értse meg, hogy ez trilógia kell, hogy legyen. És nem tudtam, hogy itt fogok írni a másodikba, nem azt, hogy mit a harmadikba. És valahogy, amikor elkezdtem írni, akkor minden jött magától. És akkor tanultam meg, hogy nem kell rákölcsönni, nem kell tervezgetni, nem kell vázlatokat csinálni, nem kell mindenfélét itt alkotni, mert pillanatnak kell írni, és én mai napig így írok, hogy nem tudom, hogy mit fog leírni. Tehát úgy ülök leírni, hogy nem tudom, hogy mit fogok lepötyögni, és jön közben. Vannak olyan írók, akik kifejezetten tervelülnek le, még az is megvan nekik, hogy egy nap hány karaktert kell leírniuk, hogy készen legyenek határidőre, nagyon nem tudom megbolondulni. Tehát te nem vagy az a típus, akinek a könyvei ilyen rózsaszínűen érnek véget, és a gonosz mafiózóból egy áldott jó lélek lesz, aki nem tudom, virágot ültet a kis kertbe, mert az érted? Hát valamilyen szinten, hát nem lehet általánosítani. Tehát azt sem mondom, hogy nem happy endek a könyveim, meg azt sem mondom, hogy happy endek. Nyilván van olyan kötet, ami nem tud happy endből befejeződni. Tehát mondjuk az a történtek olyan dolgok, hogy ez nagy happy end, de nem lehet bezárni. De én azt gondolom, hogy ha mondjuk például az új könyvet veszünk a végzetet, ami ugye pedig van teljesen sokkoló dolgokkal, akkor ha nem is happy end-el, de egy szépen zárt történet. Mondjuk azt, hogy meghagyom az esélyt a karakternek a boldog életre, tehát meg a rosszra is, ezt majd ő eldönti, meg az olvasó eldönti. Én szeretem azért úgy lezárni a történetet, hogy az olvasó egy kicsit tovább kattogjon rajta velem együtt, mert ez a jó. Tehát ha most én mindent a szájába rágok, hogy éltek boldogan, még meg nem haltak, akkor mi marad az olvasónak? Ez a világ, ez a felgyorsult világ, az anyák, a nők. Igen, és akkor mit gondolsz, hogy mikor van egy embernek ideje olvasni? Mert ugye vissza halljuk az olvasóktól, hogy régen rendszeresen sokan vitték a 8-10 könyvet, és 3 hét múlva hozták vissza, és újra vitték a 8-10 könyvet. Most meg ugye ott vagyunk, hogy ha valaki visz mondjuk 3-4-et, akkor az már jó. Nagyon sokan bejönnek, és egy kötetet visznek, és azt mondják, hogy hú, örülök, a 3 hét alatt ezt ki tudom olvasni. Hogy mi az, amit tehet egy nő, vagy akár egy férfi is, hogy hol tud szerinted lecsípni időt, vagy hogy oldja, hogy tudja megoldani azt, hogy igenis olvasson. Hát erre szerintem nincs recept, mert mindenkinek más az élete. Tehát más az, aki egyedül él, más az, aki de mondjuk egy család esetében, igen. Akkor, hogy a gyerekek mekkorák, tehát ez nem lehet megmondani. Valaki a munkahelyén is tud olvasni, valaki este a tévé helyett inkább olvas. Sokan nincsenek a közösségi médián, inkább olvasnak helyette. Tehát ha valakit beszippantanak a könyvek, vagy megtalálja azt a könyvet, ami neki szól, akkor szerintem biztos utcakít rá időt. Tehát van, aki például azt mondja, hogy nem szeret olvasni. Ja, én nem olvasok, hanem szeretek olvasni. Na, hát ilyen nincs. Ha valaki nem szeret olvasni, akkor ő nem olvasott olyat, ami őt megfogta. Az nem azt jelenti, hogy nem szeret olvasni. Tehát mindannyian szeretünk olvasni. Szerintem belénk van kódolva, hogy szeretjük a könyveket. Nem is léteznének, hogyha nem így lenne. De még nem találta meg mindenki azt, ami neki való. És egy gyereknél is szerintem ez nagyon fontos, hogy amikor olvastatjuk a gyereket, és látjuk, hogy nem tetszik neki, akkor már most már olvasd ki, na ilyen nem kell. Akkor becsuk erre a következő, akkor kezd el ezt. Tehát amíg olyan könyveket olvasnak az emberek, amik nyögben erősek, addig ez nem jó. És
szerintem most itt visszatérve arra, amit mondtál, hogy valaki mondjuk 3 hétlantos, az lehet, hogy nem az ő könyve volt. Tehát lehet, hogy tetszett neki, de nem érezte azt a fejellővészerűen muszáj olvasni. Tehát. Igen, végülis valaki nem is ismeri, hogy elolvasta, de lehet, hogy már 2 napot nem tudná elmondani. Az a könyv, amire azt mondjuk, hogy tetszett, mert kiolvastam, de közé félbe nem hagytam. De ha 3 hónapban nézve a polcon, ó, azt olvastam, de miről szólt. Az az a könyv szerintem. És te melyik típus vagy egyébként, hogyha tényleg rászánod magad és elolvasol egy könyvet? Mert gondolom, hogy írás mellett azért mindig azon kattog az agyod, vagy ha nem is, de van mit csinálni. Ha olvasol egy könyvet, te melyik típus vagy, aki az első 50 oldalt elolvasol és megállapítja, hogy annyira nem, akkor inkább azt mondod, hogy jó, nem is folytatom, mert annyi jó könyv van, hogy inkább másikhoz nyúlok, vagy adsz még neki esélyt, és azt mondod, hogy egy-egy csuda lehet, hogy még később csak beindul, és akkor kár lenne veszíteni. Nem adok a sőt. Te sem adsz. Nem. Én azt gondolom, hogy az a könyv, ami az első 20-30 oldal nem fogja meg az olvasót. Gondoltam, mert te... átalakultam, hogy ha a te könyveidet nézem, akkor... ahogy én írok, én médiász rész. Bele a közepébe, és kész. Meglepültem volna, ha azt mondja a Borsa, hogy persze, még adok neki esélyt. Egy ilyen könyv volt, az én ezer, nem tudom, ami nagyon-nagyon régi könyv volt, és Rómáról szólt, és hát nekem Róma az nagyon-nagyon nagy szerelem. És hát gyakorlatilag minden mondatot 10-szer kellett olvasni, mert nem értettem. Tehát ugye olyan nyelvezete volt, és szenvedtem el, és meg nem is tudom, talán 300 oldalasot és a 100. oldalnál olyan vércizattam, és rájöttem, hogy nem tudom, mit olvastam a 100 oldalon, és akkor mondtam, hogy na jó, és akkor kész. Onnantól viszont minden elég vagyok. Tehát, hogyha a kortársak is, hogyha elkezdek olvasni az első 10 oldalnál, hogyha nem, akkor beteszem, viszont valamire azt mondom, hogy na, ejha. És akkor azt viszont akkor le nem teszem. Tehát vagy nem teszem le, mert annyira beszippant, vagy nem tacsérlek már az időt. Tehát, ezt nem kell tanulni, mert sokan vannak úgy egyébként, amikor elkezdenek olvasni egy könyvet, és érzik, hogy nem jó, érzik, hogy nyögvenyelősen megy. Hát ez én mégiscsak kiolvasom, megvettem, kikölcsönöztem, stb. Szerintem ez hiba, mert ettől elmegy a kedvünk az olvasástól. Igenis, meg kell ajándékoznunk magunkat azzal, hogy ami tetszik, azt. Ha ez nem tetszik, akkor félre kell tenni. És az enyém sem biztos, hogy mindenkinek tetszik. Tehát az enyémére is mondták azt, hogy alig bírtam elolvasni. Hát akkor miért olvasta ki? Hát megvan mindenkinek a joga arra, hogy összecsukja, és a legszebb az, amikor mondjuk 16 kötetet írtam, és akkor a legszebb az, amikor azt írják, hogy hát nekem már a legelső könyve se tetszett, de ez az utolsó, ettől már miért olvasom tőlem 15 könyvet, és megvette a 16-at is, ha már az első sem tetszett. Tehát, mazohista. Mazohista, igen. Tehát nem szabad, nem szabad. Akkor engedjük el, az nem a mi utunk. És lányod? Igen. Betette fel, hogy miért is ne írnál egy gyermekkönyvet? Igen. És a cikám, ugye, mert még kicsike volt, és akkor mondta, hogy annyit egyszer írsz egy mesekönyvet is. Persze, csinálom, persze. Mit szeretnél? És akkor mondta, hogy hát a lovacska és a halacska barátságáról. Hát szívem, egyik a szárazföldön, a másik a vízben, nehéz lesz megoldani. És akkor ez ugye el is vetődött ez a dolog. Tehát, hogy jó. És már hát... most, amikor jelent ez, meg nem is tudom. Na mindegy, de már nem neki szól. Tehát igazából ugye ez a mesekönyv egy 7 éves gyermekről szól, és 10 évesen kaptam el. És mondta meg, hogy nem haragudj, de eddig tartott. És akkor minden nagyon tetszett neki, mert hogy kiolvastuk, és nagyon örült. Hát akartam azért egy mesekönyvet írni, és hát most már várják a folytatást, úgyhogy szigyelem is magam, hogy idén nem hoztam ki a folytatást, de már nem fért bele. Mert hát... azért nem tagadom meg magam, tehát anya is vagyok, és azért nekem, amikor megszületett a kislányom, akkor én pólyáskora óta én minden este olvastam neki. És most szoktunk le róla egyébként 12 éves. Tehát én még 11 és fél évesen még ott ültem az ágyán és olvastam. De jó. És mindig mondtam neki, hogy Sucika, de mi lenne, ha te olvasnád már egyed, és mondjuk, nem, mondja, ez színház, hát tök jó, ahogy mondod, és akkor egyszer emlékszem, hogy fönt volt a szobájában a nagylány is, aki ma már 22 éves, és fönt volt, amikor olvastam a kicsinek, és azt vettem észre, amikor végeztünk, hogy ott ül az ágyán a nagy is, és néz. És mondta, hogy anya, ez tök jó volt. Tehát amikor 22 évesnek is olvastam, úgyhogy ezért akartam ezt a könyvet, mert azért nekünk az életünk nagy részét kitette azt, hogy én olvastam neki.
Úgyhogy, és hát állatosat akartam, mert ugye az állatokat nagyon szeret, és az állatos meséket. Most már azért ő nem ilyeneket, tehát most már olvas egy idő, de nem ilyeneket olvas, hanem inkább érni fiúsági dolgokat. De azért ettől függetlenül szerettem volna egy mesekönyvet, mert ezzel is volt némiképp annyi üzenetem, hogy ugye, mivel 6-7 éveseknek szól, nagyon fontos, hogy hogy indul el egy gyerek ezen az olvasás dolgon, és hogyha már egynek megvan az, hogy neki tetszett ez a mesekönyv, és szeretne még olvasni, akkor már elértem, amit szerettem volna, úgyhogy minden gyerek kezébe könyvet. És ha, ami érdekes, vagy akkor a, mondjuk ugye egy kislányod motivált a gyermekkönyvírásnál, a nagylányod meg elvileg most itt van a címlapon? Igen, ő az egyik modell, a lány. Képzeljétek el, hogy nagyon aranyos az a történet is, hogy itt amikor már volt ilyen előzetes, és ugye láttuk ezt a fotót, vagy valami bevezető fotót, nem tudom, akkor azt hittük, hogy te vagy. Mondták egyébként, hogy azt hittük, hogy te vagy. Simán, tehát mi megbeszéltük, hogy jé, hát a borsa meg ott van a címlapon, és akkor utána, most, hogy már így sokkal több dolgot utána néztem, akkor láttam, ennyire hasonlítatok? Hát szerintem inkább az apját hasonlít. Tehát ők ilyen egzotikusabb. Majd nézzétek meg közel. Ők ilyen egzotikusabb apám azért. De hogy jött egyébként? Hát ez úgy jött, hogy ez minden ilyen banális dolog egyébként így jön, hogy kirakott egyszer egy képet magáról, és akkor már akkor kezdtem írni ezt a sztorit, és tudtam, hogy a hölgy ugye dél-amerikai lesz benne, és hát azért az én lányom elég ilyen egzotikus fajta. És akkor kirakott egy képet magáról, és akkor mondtam, hogy de szép, hogy egyszer te leszel a borító modell. És akkor mondta, hogy jó, anyuci. És tudod mit, most leszel a borító modell, mert egy venezuelai jövődre írok, úgyhogy te leszel a borító. És mondta, hogy jó. És ez annyira, de ez a fotózás előtt egy évvel volt. Tehát annyira felspanolta őt, hogy annak csak erre tudod gondolni, hogy ő lesz a borító modell, és hát a fotózás az meg ez egy fergeteges nap volt. Egy kötetnél olvastam azt, hogy azt mondtad, hogy az vagy te igazából, vagy azt érzed, amiben magadat jobban látod, miért? Hát ez az én könyvem, igen. Hát, ha valaki elolvasta, most lesz spoiler, ezzel nem fogom, de a főhősnőnek a sorsa, ugye a gyászok, akiket elveszít, az azért erősen benne volt az én életemben is, és gyakorlatilag az a könyv volt az, amit úgy írtam meg 2 napon keresztül, hogy minden nap bőgtem. Tehát amikor hazajött a gyerekem, akkor azt mondta, hogy úristen, anya, már megint hogy nézel ki, mit csináltál? És mondom, hát írtam. Tehát az egy elengedés volt. Nagyon sok minden, ami abban a könyvben van, az ugyanúgy zajlott az én életemben is, úgyhogy nehéz volt megírni, de ugyanakkor egy nagyon nagy áldás is, hogy megírhattam szerintem, és jól tettem, hogy megtettem. Na, ezután most szólaljunk meg. Van-e olyan terved, amikor, ugye most mondtuk, hogy vannak az olasz, a mafiózók, a amisok, vannak a arabok, van a fejedben olyan szintén zárt világ, ahova tervezed, hogy talán legközelebb elviszed az olvasókat? Persze, hogy van, de hát nem mondom meg. Jó naív kérdést tettem fel. Azt meséld el nekünk, szerintem mindenkit érdekel, hogy az hogy működik, hogy ugye most már csak az úgymond az írással foglalkozol, és akkor ezt gondolom otthon, tehát van cicát kutyusod. Igen. Ennek mindenki örült, mert itt a kollégák közül van, aki cicusos, van, aki kutyusos, és mondtuk, hogy tök jó, mert neked mind a kettő van. És akkor a család elindul dolgozni iskolába, és te úgy tudom, hogy szigorúan 9-kor elkezded dolgozni, és akkor van egy ilyen bevált menetrended. A család ezt hogy szokta meg? Hát most már teljesen jól megszoktál. Így a 16. között. Férjem meg szokta kérdezni, te hazamehetek már? Te most már nem zavarok, mert szokta látni a nézésemből, amikor azért, hogy úristen, akkor eljöttem, hazamentem, hogy dolgozol. És engem a kizökkent, akkor ugye kis pici kuckó, vagy pedig beszélve? Hát mindig máshol. Tehát valamikor úgy van kedvem, akkor a 3 szobába kuckózunk, mert cicával felülük, és akkor úgy összebújunk. Valamikor csak a konyhába ülök le. Tehát nincs ilyen, hogy most csak egy helyen írok. És hát rituáléja van, igen. Tehát ugye, amikor elmegy mindenki, és becsukom az ajtót, akkor kezdődik az élet, és akkor hát fölteszem fülni a kis kávét. Hát nyilván előtte azért én is olyanokat megcsinálok, mint egy bármelyik másik nő, hogy nekem is kell bevásárolni mennem, stb. Főzni, mosni, takarítani, ez nem igaz, hogy takarítani a férjem szokott. De nagyon, igen, tehát
hát azért jó sorom van, tehát azt tegyük hozzá. És hát amikor már így elcsendesült minden körülöttem, akkor én leülök, és akkor nekiállom dolgozni. És hát, amíg, hát ez most már kicsit macerás, mert ugye tavaly még napköz is volt a kislányom, és akkor négyig nem is láttam, sőt négy után sem, mert a férjem ment érte, és ő vitte el edzésre, és gyakorlatilag ilyen hatkor láttam először a gyereket. De ez most már nem így van, mert ebéd után hazajön. És hát borzasztó, most nem, hát ilyen anya vagyok már. Szóval egykor hazajön a gyerek, vagy kettőkor, és nem tudom dolgozni. Csivit el körülöttem, jön, megy, segítesz a matekba, megcsinálják ezt, és akkor úgy, tehát most mostanában egy kicsit nehezebben haladok, igen. De majd ennek is meg lesz a ritmusa, csak még nehezen megy így szeptember óta. Úgyhogy, de igen, ez a rituálja. Én inkább reggel tudok produktívan írni. Tehát én mondjuk nyáron simán felkelek azért 5-kor, hogy én 6-kor már írhassak, és akkor írni, és délre már olyat rüttyentek, hogy akkor most már jó, most már minden a helyén van, megnyugodott a lelkem, és délután, vagy késő délután inkább már csak vagy visszaolvasok és javítok, vagy kutató munkát nézek, de produktívan olyat, amit másnap visszaolvasok, és azt mondom, hogy az biztos, hogy reggel írtam. Tehát nekem reggel jó. Valaki egyébként meg éjszaka ír, tehát nem vagyunk egyformák. Az írás mellett igen aktívan tartod a kapcsolatot az olvasóiddal. Azért gondolom ehhez a világhoz hozzá is tartozik, hogy ugye saját közösségi oldalad, illetve ha jól tudom, már ugye klubod is van, igen, vagy csoportod. Azért ez is sok idődet elveszi amúgy, vagy ez csak így a munka mellett közben tényleg, amikor tudod, akkor kezeled ezeket a felületeket is? Hát ugye van egy adminom azért az én sokat segít. Igen. Ezt például nem tudtam. De a csoport az nagyon-nagyon fontos, ott annyira bensőséges a kapcsolat, és olyan jól együttműködünk, és olyan, tehát más, mint egy oldal, mert ugye az oldalt az egész világ látja, és az ember azért ott nem érik meg annyira. De egy csoportban olyan történeteket mesélnek el, hogy kinek mit segített egy könyv. Idézeteket raknak fel, hogy melyik részt tetszett a könyvből. Képeket raknak fel, hogy ők így képzelik el a karaktert, vagy úgy képzelik el a karaktert. Tehát sokkal belsőségesebb a hangulat, és hát ezt én is azért szeretem. Tehát azért a csoportban én is elég aktív vagyok. Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem veszi el sok időmet, de akkor is hazudnék, ha azt mondanám, hogy sajnálom el az időt, mert én ezt élvezem. Tehát én a csoportomat nagyon szeretem. Hát, micsoda jó érzés lehet, hogy végülis abban a csoportban gondolom, azok vannak, akik téged szeretnek, a könyveidet szeretik, és természetes, hogy hát, akkor ez jól esik neked is olvasni, vagy viszont látni. Igen, most gondolj, az oldalt azt nézi, aki már valaha elolvasott egy könyvet, igen, és hogy bekedvelt az oldalt. A csoportban az van, aki nagyon szereti a könyveket, és ha belegondolok, most már a csoportban is 9000-en vannak. 9000 ember amiatt lépett be, mert szereti azt a könyvet, amit én írtam. Tehát valami közös van bennük. És van egy nagyon-nagyon jó sztori, egyébként a dedikáláson, majdnem elsírtam valam, de komolyan, hogy 4,5 órákat álltak sorba. Hát ott 11-kor fejeztük be, este 11-kor, és 4-kor kezdtük. És már az utolsó 2-3 lány volt, akinek írtam alá, és röhögcséltek, beszélgettek, tehát úgy állták végig a 4,5 órát, hogy annyit nem mondtak, hogy muk, és nevetgéltek, beszélgettek, és amikor aláértem, akkor akinek írtam alá, az mondta a mögötte lévőnek, hogy akkor majd rábírok, és mondtam, hogy de hát várd meg, mindjárt végez, és akkor mehettek együtt haza, és mondtam, hogy ja, hát ők nem ismerik egymást, ők itt ismerkedtek meg, és az egyik piripócsolasztik, a másik amok. Itt is, igen, és hát ők olyan jó barátságot kötöttek, hogy talán már egymásnál aludtak. Tehát az egyik följárt, nem tudom én, innen, onnan, amonnan, és akkor ott másiknál aludt, mert nem is egy helyen laktak, és ezt az én könyvem csinálta. Tehát, hogy barátságokat kötött. Igen, ez olyan nagyon jó érzés volt, úgyhogy az nagyon megfogott az a történet. Teljesen meglepve láttam, hogy azért a rajongóknak vannak olyan ötletei, hogy neked küldenek pólót, meg bögrét, ilyen címlőfal, nem tudom. Tehát ezen már én itt teljesen elcsodálkoztam, hogy én szívesen olvasom a könyvet valamit, de eszembe nem jutna, hogy az írónak én ezt tudom, hogy nem tudják a címemet. De ezt meg kiderült már, hogy honnan tudják a címemet. De amikor már 30-szor jön a futár meg a postás csomag, milyen csomag, ember, nem rendben. Nem tudom, nem kell fizetni, tessék itt a csomag, és már velem együtt röhögött, hogy nem tudom, hogy és itt van, hogy ki küldte, mit tudom én, XY, de az ki? Akkor nézett rám, hogy még azt sem tudja, hogy az ki, hogy nem tudom, hogy ki. Akkor
akkor be van dobva az értesítő, hogy csomagért, és kérdezte tényleg, és kitől? Joggal. Nem tudom, hogy főleg addig, amíg nem látja, hogy mi van abban a csomagban. És akkor kaptam pólót, bőgőjét, tehát hogy küldik mire. Múltkor például hozott a postás egy ilyen ekkora dobozt, és akkor kibontottam, csuri volt tulipánnal. Tehát akkor volt ez a tavaszi szezon, és mindegyik olyan friss volt, és még egy ilyen hagymástól így földdel együtt így be voltak csomagolva, és ez akkor majdnem elsírtam magam, és akkor tudtam meg, hogy ki küldte egyik olvasó. Szerintem egy olvasó? Igen, szerintem egy olvasó. És direkt így küldte el, hogy pikpak ide érjen hozzám egy futárral, és az egész lakás tiszta, mindenhol a házban, még az emeleten is tulipánok voltak, úgyhogy jött hozzá a férjem, és mondtam, mi a tulipán volt? Mondtam, naha, aki küldte. De, na szóval vannak ilyen meglepetések, igen. Hát igen, azt gondolom, hogy te megajándékozod az olvasóidat azzal, hogy írsz, és akkor ezek szerint visszahozást is kapsz. Mi meg tényleg csak azt tudjuk mondani, hogy írjál, még légy szíves, írjál, és akkor mi pedig nagyon örülünk neki, és köszönjük szépen a többiek nevében.